Jó Atyánk, Istenünk! Jó Atyánk, Istenünk! Te taníts bennünket! Te taníts bennünket! Jézus Krisztus útján! Jézus Krisztus útján! Vezesd a lelkünket! Vezesd a lelkünket! Szent lelked ereje! Szent lelked ereje! Növelje hitünket! Növelje hitünket! Ámen! Ámen! Kedves gyerekek, új esztendő van, ugye? Igen. Új esztendő van, és ez tavaly karácsonykor, karácsony előtt mi is volt? Hogy hívtuk? Ezt a csengőt? A szeretet... Szallaga. Nem, az a szallag az az. A szeretet szallaga, de ez a csengő. A szeretet csengő... A szeretet csengője. Ó, néni, hol tetszik lenni? Ó, néni, csengett ez a csengő. Hát elég. És miért csengett? Hát mert voltak közöttünk olyan gyerekek, akik megtévedtek, eltévedtek. A betyárják neki. Sírtuk őket a szeretetsen. A kis bárány eltévedt, pedig én ma hoztam nektek egy igét, ugye szerkesztő úr? Szerkesztő úr, hoztam nekik ma egy igét új esztendőbe, amelyik így hangzik. Lábam előtt mécses a te igét. Mi az a mécses? Tudni? Na, ahhoz hasonlít, ki mondta ezt? Gyertya. Úgy világít, mint a gyertya, és itt van a Biblia, ezt a jehovisták is megnézhetik, hogy a református istentiszteleteken az óvodában Bibliát használunk. A 119. Zsoltárban van megírva, hogy lábam előtt mécses a te igény. Gyerekek, vannak a karácsonynak lábnyomai? Igen. Vannak, vagy nincsenek? Nyújtsa fel a kezét, aki azt mondja, hogy van. Van. A hóba, ha belelépsz, van lábnyomod? Van. A karácsonyba, ha beleléptél, van lábnyomod utána? Igen. Hát hogy ne lenne? Mondom nektek, milyen lábnyomok vannak. Szeretet, mondjátok utána. Szeretet. Öröm. Öröm. Békesség. Békesség. Jóság. Jóság. Hűség. Hűség. Szelítség. Szelítség. Mértékletesség. Gyönyörű lábnyomok? Óvó néni. Készítsük el ezeket a lábnyomokat, talpra magyar, mindenki álljon fel, arra kérem. Csináljon egy nagy kör, valaki segítsetek. Még nagyobbat. Még nagyobbat, a kamerának jó lenne, ha középre állna, jó? Vagy jó volt? Egy még hatalmasabb kör, ez az. Na most arra kérlek, óvó néni, osszátok szét. Gyertek, parancsolj, osszátok szét ezeket a papírokat, és mindenki tegye rá a jobb lábát, ide előre, és tegye rá a jobb lábát. És az óvó néniket kérem, adom a tollat, tessenek még piros ceruzát, zöldet, kéket, sárgát elővenni. Gyere közelebb, gyere. Tedd rá a jobb lábadat, és akkor az óvó néniket kérem elővenni a színes filceket, és akkor egy teljesen legyen rajta Márkó a lábad. Úgy, ez az, teljesen legyen rajta a karácsony lábnyoma. És a tiédre, Márkó, mit írjunk? Az, hogy szeretet? Vagy az, hogy öröm? Öröm. A tiédre mit írjunk? Öröm a tiédre, szelítség, jóság, hűség, melyiket? Öröm. Tiédre mit írjunk? Az a legjobb a világon. Az a legjobb a világon, hogy öröm. Na, új esztendő van, akkor mondjátok utánam. Adjon az Isten Péter Pál. Adjon az Isten Péter Pál. Fogadj Isten virágszál. Fogadj Isten virágszál. Jobb az Isten nálunknál. Jobb az Isten nálunknál. Jobb az Isten nálunknál. Jobb az Isten nálunknál. Maradjon meg házunknál. Maradjon meg házunknál. Szerkesztő úr, megmarad az óvodában is? Meg. És jobb az Isten nálunknál? Igen. Tuti? Igen. Tuti, szerkesztő úr. Ezért szerkesztő úr kap egy ajándékot, mert olyan kedvesen szokott eljönni hozzánk, hogy egy hittankönyvet, amiből a gyermekek tanulnak, jöjjetek Jézushoz, és a kézikönyvet, ebből tanulnak a gyermekek,
és a nagyszekeresi, kisszekeresi gyülekezetek lelkipásztora meg családja írta, nem azért adom, hogy önreklám, hanem abban az örömben, hogy egyre többen tanulnak ebből a könyvből, még baptista gyerekek is, és felvidéken, meg délvidéken is. Kedves nézőink, mi most nagyszekeres, kisszekeres, Zsaroján, Nemesborzóban, közös óvodájában vagyunk kisszekeresen. Sűrűvaros lelkész úr tartja a legkisebbeknek a hittanulat, és hogy tetszenek látni, valóban olyan hangulatban, hogy senki észre nem vesz, hogy hol vagyunk, de megnagyózásokból. Igen, köszönöm a könyvet, hasznosítjuk meg. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Tehát a karácsony lábnyoma most óvónéni, tessenek már ráírni ki, melyiket éri, hogy öröm, szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Na ki melyiket kéri? Szeretet! Szeretet! Oda a szeretetet tessenek életekben már óvónéni, és aztán utána kivágjuk. Neked az, hogy békesség. Arnold, tetszik valami operatőr? A békesség, ezt választotta Arnold. Arnold, szükség van rá? Otthon a családban is szükség van rá? Neked is szükség van? Na most csak belül kell, hogy békességünk legyen, vagy kívül is? Kívül. Kívül is. Na most, ha kívül van békesség, akkor belül van békesség? Itt. Yeah. Itt belül. Szokott békességetek lenni a családban? Igen. Karmustán. Nézd csak rám, nem szokott? Dehogy nem szokott. Én úgy ismerem édesapádat, meg édesanyádat, hogy békesség szokott lenni a házban. Na most, Alex, nézd csak rám, drága fia. Hogy jártak a látom? Békességgel, de tapsoljátok meg! Békességgel, szeretett barátok! Akkor énekeljük el azt az éneket, mindenki nézzen ide, tartsa így a kezét, nagyszerű, kanalas kezedet, csak az egyiket. Még kicsiny vagyok, keveset tudok, de azt tudom, hogy a Jézusé vagyok, majd ha megnövök, terveket szövök, s a gyermek világból már kiköltözök, megismerem őt, a Szent Hadicsőt, s Jézus nyomán járva őn követem őt. Jézus szeretem, híven követem, tudom, hogy boldog lesz véle életem. Hát mindenki a rajzra figyelt, ugye? Ugyanis ezeket majd hazaviszitek, és elmondjátok édesapátoknak, meg édesanyátoknak, ki a meg mamának, hogy a karácsony lábnyoma közül ti ezt választottátok. Óvónéniket meg arra kérem, hogy a választást megtartották-e az óvodások. Mert ha nem, akkor mi fog történni? Megint szólni fog a szeretet csengője. A szeretet csengője. Van otthon szeretet csengője? Na, a gyerekek új évben ajándékot is illik adni. Én pedig adok nektek egy ajándékot, fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Tessenek kivágni a lábnyomokat, óvónéni, megtetszenek? Most rögtön, persze, mert most van itt a Szamos TV, és most rögtön hamar mindent meg kell csinálnunk, mert már igyekeznek a következő alkalomra. Kedves gyerekek, foglaljatok helyet, vagy álljátok körül óvónénieket, de szerintem a legjobb az, ha körbeálljátok óvónénieket, jó? És megvárjátok, egymást ne lökjétek meg, mert a szeretet csengője szólni fog. Szerkesztő bácsinak meg megmutatok egy szép könyvet, a Zsoltárok könyve és Berki Violának a képeivel, rajzaival van tele, és itt van egy illusztráció,
lábom előtt mécses a te igény. Megmutathatom a kamerát? Hadd lássa a kamera. Jó lesz így, és fordítsa meg a felé. Most hadd kérdezzetek ezeket a könyveket. A másik kettőt azt mondta, te írtad volna már. Ezt is eljöttem. Ez is, igen. Tehát ez az eredeti. Ezek vásárolhatók. Vásárolhatók. Egyházi könyves voltokban. Igen, és készek. Tankönyvek. Tankönyvek. Ezek nem tankönyvek. Tehát Magyarországon tankönyvként falnak el fogadva. Most a pedagógusszal jön belülünk, egymásra indulnak a dolgok. Igen. Itt következő alkalom egy másik témáról lesz szó, de valahogy mindig az aktuális. És az online partnerségek tudjuk segíteni. Mindig így segítenek. Nagyon jó csapat, szeretetlen karácsonyi. És hogyha most megkapja majd minden gyerek a balagányomát, akkor az az is szívesen, és a szülő ezzel felhívja el a karácsonyi lábnyomra, el a karácsonyi lépésre, és ha a gyermek nem lépi ezt a karácsonyi lépést, akkor figyelmezteti a gyermeket, hogy tudod, tiszteltet bárki, mindenki téged a Bibliából a hittanúra. És ez a csengő az itt van az egész szépe, és amikor te jössz a következő alkalommal, akkor ha lesz olyan gyerek, akkor megcsengünk is. Igen, a szeretet csengője, mert a szeretet nincsen én bennem, ugye tudod, szerkesztője, akkor semmi vagyok. Tehát most megtanulja a gyerek ilyen kicsi korban. Ez a jó, sőt, már az anyanében meg kell tanulni. Közben nézzük meg, hogy hogy alakul a vágás. Szerkesztőt így fogadjatok el a családom belébe, meg a operatőrnek is adunk egyet. Megvan a szeretet lányom? Csinálsz, mert két láb van, ugye? De az a két láb ugyanaz lépje, gyerekek. Ugye, óvónéni? Két láb ugyanaz lépje az óvodában is. Az óvodában is, ugye? Otthon is, az utcán is. Jó. Öröm, szeretet, szeretet, békesség, na nagyon kell oda-haza is, ugye? Szeretet, nagyszerű, az is szeretet, az pedig öröm. Szeretet. Ó, percekben, kis szekeres óvodájában jártunk, Csüri Hajós felkészült tartott óvodásokat. Itt a órán, a munka az még tovább folytatódik, mi sikereket kívánunk a tartatáshoz, és itt nem is nagyobb.